különleges alkalomnak adott otthont a Lovarda épülete. Ott ugyanis néhány napja jótékonysági koncertet tartottak, aminek a fellépői a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar tagjai voltak. Nem is akármilyen célra ajánlották fel a befolyt támogatói összeget. A pénzzel a helyi Szentháromság szobor felújítását támogatták a szervezők. Örömmel számolok be róla. Megkötöttük a vállalkozást, a szerződést a kivitelezővel. Hát úgy néz ki, hogy májusban elkezdődhet a felújítás, a restaurálás, és ami még történt, hogy megkaptuk az örökségvédelmi hivataltól az engedélyt a restaurálásra. Tehát minden akadály elhárult, most már a pénzügyi fedezetnek kell rendelkezésre állni ahhoz, hogy meglegyen a kivitelezési költség, de minden bizonnyal meg lesz. A munkálatok tehát hamarosan elkezdődhetnek, és a tervek szerint őszre be is fejeződnek. Össze kell gyűjteni a hiányzó pénzt, elég sok pénz hiányzik, de reméljük, hogy ez a mai koncert is fog hozni, illetve a helyi vállalkozók, különösenben a két nagy cég, aki Tolnán van, elsősorban rájuk számítunk, hogy hozzá fognak járulni a felújítási költségekhez. A fiatal tolnai zenészek egy percig sem gondolkodtak, hogy elvállalják-e a jótékonysági felkérést. Minket Tolna város önkormányzata kért fel erre a nemes célra, hogy képviseljük magunkat ezen a jótékonysági koncerten, és hát amikor tudunk, akkor mindig segítünk természetesen, hogyha úgy alakul a dolog. Én azt gondolom, hogy ez a városnak egy olyan jellegzetes szimbóluma, ami megér annyit, hogy ezt most rendbe tegyék, és hát nyilván a fiataloknak nekünk példát kell mutatni azzal, hogy ilyen rendezvényeken is szerepelünk.